Sziasztok! Ebben a videóban egy tradicionális süteményt fogok elkészíteni, a beiglit, háromféle töltelékkel, mákossal, barackos túrossal és narancsos gesztenyéssel. Ebben a receptben az a legjobb, hogy nem fog kirepedni a beigli, úgyhogy kezdjük is el. A tészta elkészítéséhez először a hideg tejbe belemorzsoljuk az élesztőt és elkeverjük benne a tojássárgáját. A lisztet egy keverőtálba elkeverjük a porcukorral és a sóval. Az apróra felkockázott hideg vajat és a zsírt elmorzsoljuk ezzel a lisztes keverékkel, mint mikor linzer tésztát készítünk. Fontos, hogy gyorsan dolgozzunk, hogy a zsíradék ne olvadjon meg. Ezután adjuk hozzá a teljes élesztős keveréket, és ezzel is gyorsan, de alaposan elkeverjük. A kész tésztát három egyenlő részre osztjuk, és fóliába csomagolva egy óráig a hűtőben pihentetjük. Amíg a tészta pihen, elkészítjük a töltelékeket. A mákos töltelékhez a tejet a cukorral és a sóval feltesszük melegedni. Amikor a só és a cukor teljesen elolvadt és a tej forni kezd, hozzáadjuk a darált mákot, és 1-2 percig folyamatosan kevergetve összefőzzük. Ezután hagyjuk kihűlni, és csak ekkor adjuk hozzá a reszelt citromhéjat, mert így sokkal kellemesebb citromos ízt ad a tölteléknek. Felhasználásig hűtőben tároljuk. A barackos túrós töltelékhez a túrót egy villával áttörjük egy tálba, hozzáadjuk a cukrot, a felkockázott taszalt barackot és alaposan összekeverjük. Hozzáadjuk a reszelt citromhéját és a levét, majd egy egész tojást és alaposan eldolgozzuk. Felhasználásig hűtőben tároljuk. A narancsos gesztenyés töltelékhez a kiolvasztott gesztenyemasszát egy fokanál segítségével áttörjük egy lábasban, hozzáadjuk a tejet és a cukrot, majd az egészet felforraljuk egy kevés fahéjjal és a reszelt narancshéjával. Főzőlapról levéve hozzáadjuk a narancslekvárt és alaposan elkeverjük. A felhasználásáig hűtőben tároljuk. A pihent tésztát körülbelül 20x25 cm-es téglalapokkal nyújtjuk, és egy lapát segítségével eloszlatjuk rajta a töltelékeket. Fontos, hogy a tészta széleire kb. 1 cm-ben ne kenjünk a masszából. A megkent tészta két rövidebb szélét behajtjuk, és nem túl szorosan feltekerjük. Kész beigliket a tepsin kellő távolságra tesszük egymástól, mert sülés közben még kelni fognak. Tojássárgájával két rétegben fogjuk megkenni, minden kenés után hűtőbe téve hagyjuk, hogy teljesen rászáradjon, ettől lesz szép márványos a teteje. Ha megszáradt a két réteg tojássárgája, akkor még a fehérjével is átkenjük. Megszurkáljuk hústűvel a tetejét és az oldalát is úgy, hogy a hegye legalább a beigli közepéig elérjen. Az előmelegített sütőben készre sütjük körülbelül 35 perc alatt, ha kisült, hagyjuk a tepsin kihűlni és csak hidegen mozgassuk. Ha mégis megrepett volna a beigli, akkor még a sütőből forrón kivéve szorosan alufóliába tekerjük és hagyjuk ebben teljesen kihűlni. Ez segít a beigli szerkezetén és a kisebb repedések eltüntetésében. Elkészült a beigli, mint látjátok, nem repett ki. A receptet megtaláljátok a leírásban, találkozunk legközelebb. Sziasztok!